A többszörös fesztiváldíjas Metamorfózis Győrben már mindenki látta, legalábbis aki szereti a Bábszínházat, az biztosan. Vagy a Kocsis Rozi a Vaskakasok igazgatója. A különleges játék pedig most nemzetközi porondon is bizonyíthat, hiszen május 27 és június 3-a között Kínában játssza a darabot a társulat az UNIMA Nemzetközi Bábművész Szövetség világfesztiválján. Csengdu városában 42 ország 60 bábszínháza találkozik, köztük a győriek egyedüli magyarként fogják hazánkat képviselni a fehér varázssal, vagy ahogy házon belül hívják, a rongyrázással. Ebben minden van, ez zene, tánc, animáció, egy nincs benne szöveg. Valószínűleg ez a nemzetközi sikerének a titka, na meg persze az, hogy ez ilyen fehér rongyokból, törölközökből, lepedőkből, zsebkendőkből, teljesen maszkolatlan anyagokból az animációval, tehát a bábszínészek, négyen játszunk benne, a bábszínészek animációval kötözgetve, csavargatva, suttyantva, budjantva, rongyolva, mindenfélét csinálva belőle, abból születhet az egész világ. Kínában nem megy üres kézzel a társulat. Az utolsó győri bemutatón, április 29-én az apró talpú közönséggel együtt egy hatalmas kakas mozaikot készítenek a művészek, melyet a gyerekek az új lenyomataikkal bélyegeznek meg. A szorgos kezek pedig jutalomra lelnek, néhány nézőt kisorsol a társulat, akik a hazatérő csapattól ajándékpandát vehetnek majd át. Szurkolunk a győri mesebirodalom képviselőinek, reméljük, hogy a kínai találkozóról díjnyertesen térnek haza, akár több trófeával is felvértezve.